zárva ezzel kis településeket, megfosztva azok lakóit a közösségi közlekedéstől. Úgy vélem, minden településen, községben vagy városban élő magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy lakóhelyéről munkába járás, hivatalos ügyeinek intézése, egészségügyi vagy szociális ellátása, valamint oktatása, képzése céljából, vagy bármely egyéb célból tömegközlekedési eszközzel a járási megyei központba vagy a fővárosba juthasson, és onnan a világ bármely tájára utazhasson. Mindenkit megillet az a jog is, hogy lakjon bárhol az országban, hozzáférjen az internethez, a távközlési szolgáltatásokhoz, és ilyen formán bekapcsolódhasson a világ információs vérkeringésébe. Hol tartalmaz ilyen kitételeket a jelenlegi alkotmány? Ne keressék, sehol. Úgy vélem, meg kell állítani az elmúlt 20 évben bekövetkezett tudatos falurombolást, a vidék elsorvasztását, meg kell adni mindenkinek a mobilitás lehetőségét és a munkahelyválasztás szabadságát, a munkahelyre, iskolába, kórházba, egyéb intézményekbe való eljutás lehetőségét, illetve a világ információs vérkeringésébe való bekapcsolódás lehetőségét. Most arra készülünk, hogy minden magyar számára alkotmányos garanciát teremtsünk mindezekre. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, felszólása következik. Demeter Zoltán képviselő, a Fidesz képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Elnök úr, tisztelt ház! Az alkotmánytervezet alapvetésének D cikkejéhez szeretnék néhány gondolatot fűzni az általános vitában. Ahhoz a szakaszhoz, amely a határon túlérő magyarok és az anyaország viszonyáról rendelkezik. Trianon, illetve a II. Világháborút lezáró békediktátum óta erre a kérdésre semmilyen magyar alkotmány vagy alkotmányos törvényi szándék nem foglalkozott megfelelően. Az 1946-os első törvényben sem olvasunk a határokon túl rekedt több milliónyi magyarhoz való viszonyról, az 1949-es 20. törvény pedig a kommunista alkotmány, majd ugyanígy a diktatúra legszívesebben kitörölte volna az anyaország állampolgárainak a fejéből, szívéből, hogy a magyar nemzetnek csak egy része él a trianoni határokon belül. Az 1989-es többször módosított jelenlegi alkotmányunk is csupán annyit mond a 6. paragrafus 3. bekezdésében, hogy van felelősségünk a határon túlélő magyarok iránt. Az az alkotmány, amely önmaga szerint is ideiglenes, amely több, mint 20 éves immár, amely a kommunista alkotmánnyal jogfolytonos, amely jelenleg is érvényes, nem tekinti a határon túli magyarságot a magyar nemzet részének. Tisztelt Országgyűlés! Több mint 20 éve várunk arra, hogy a magyar választópolgárok olyan felhatalmazást adjanak a magyar parlamentnek, a magyar kormánynak, amely kétharmados többséggel rendelkezik, és el tudja végezni a rendszerváltoztatás óta elvárt alkotmányozás felelősség teljes feladatát. Olyan új alkotmány elkészítését, amely nem jogfolytonos egy diktatúrának az alaptörvényével, és nem sötét paktumokon alakul, hanem végre megfogalmazza egy ország, egy nemzet akaratát, jogrendjének az alapját. Meggyőződésem, hogy ennek az új alkotmánynak egyértelműen és világosan rendelkeznie kell a határon túlélő magyar testvéreinkhez való viszonyunkról, arról, hogy amikor róluk szólunk, akkor nem idegen emberekről, nem csak olyanokról beszélünk, akiknek szintén magyar az anyanyelve, hanem világosan és egyértelműen az egységes magyar nemzet eszméjétől vezéreltetve kell rájuk tekintenünk. Ebből ered a felelősségünk. Az anyaország felelőssége irántuk. Hiszen ők Trianon óta megmaradtak magyarnak, és azóta is úgy tekintenek a csonka anyaországra, mint ahová lélekben tartoznak. Hányszor és hányszor nyújtotta már ez a gyermek a kezét felénk? És milyen fájdalmas az, hogy amikor a szülő nem fogja meg a gyermek felé nyújtott kezét, vagy nem hallja meg őt szólító hangját. És ezt éltük meg olyan sokszor az elmúlt évtizedekben.
Akkor is, amikor a diktatúra számára semmit nem jelentettek, szinte tudni sem volt szabad róluk, és akkor is, amikor 2004. december 5-én mondhatjuk így is, hogy a szülő megtagadta gyermekét. Nem fordulhatott volna elő ilyen szégyen, ha alkotmányos kötelesség köti az akkori magyar kormányt, hogy az egységes magyar nemzet eszméjéhez hűségben kell szólnia és döntenie ebben a kérdésben. Számomra felemelő érzés volt, hogy ez a mostani parlament átérezte tartozását és felelősségét ebben a kérdésben, amikor elfogadta a kettős állampolgárságról szóló törvényt óriási többséggel, 3 szocialista ellenszavazat mellett, és megalkotta a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt. És ezt viszi tovább az új alkotmány tervezete, amikor a nemzeti hitvallás első mondatában megfogalmazza, hogy minden magyarért felelősek vagyunk, az alapvetésben pedig azt, hogy ez a felelősség az egységes magyar nemzet eszméjéből táplálkozik. Felhatalmazást kaptunk most arra, hogy olyan alkotmányt fogadjunk el, amely nagyon hosszú időre meghatározza nem csak jogrendünket, hanem jövőnket is. Ebben pedig kétséget kizáróan ott van a helye annak is, hogy kifejezzük összetartozásunkat és felelősségünket a határon túlélő magyar testvéreinkkel is. Kérem képviselőtársaimat, hogy ennek szellemében támogassák az alkotmánytervezetet. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, felszólalása következik Györfi Balázs képviselő úr. Györfi Balázs képviselő úr, úgy látszik, később kíván hozzászólni. Folytatjuk a következő jelentkezővel. Felszólalása következik Román István képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt elnök úr. Az alaptörvény tervezetének vitájában többen megrótták az önmagukat 5 hétre szabadságoló szocialista és zöld képviselőtársainkat. Az alapvetés n. cikkéhez hozzászólni kívánó képviselőként ezt magam sem tudom megkerülni. A cikk ugyanis így szól. Idézet következik. Mindenki felelős önmagáért, képességei és lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni. A cikk szellemében úgy gondolom, hogy a távolmaradók egyszerűen nem teljesítették kötelezettségüket. Tisztelt képviselőtársaim! Természetesen az alaptörvény tervezete és benne az n. cikk a többi cikkhez hasonlóan nem a napi politikának készült, hanem egy reménytelibb jövőnek. Az pedig közös lesz, gondolkodjunk bárhogyan is a haza dolgairól. Az alaptörvény tervezetének alapvetés című fejezete értelmezésem szerint elvi alapként egyfajta alkotmányos kősziklaként kíván szolgálni a jövő felépítéséhez. Mindenki felelős önmagáért, kezdődik az alapvetés fenti mondata. Ha végigtekintünk az elmúlt évtizedeken, visszanyúlva egészen a szocializmusig, akkor azt láthatjuk, hogy sok esetben a legmagasabb szinteken sem működött a felelősség vállalása. Helyette az ügyek elsimítása, a felelősség szétterítése, rosszabb esetben cinikus tagadása került előtérbe. Még a csernobili katasztrófát is el lehetett napokig titkolni. Az állam felelőtlenségére azonban a legszomorúbb példa az ország és ezzel párhuzamosan a magyar emberek végleges eladósítása. Csak úgy, mint a szocializmusban, a fogyasztói társadalomban is sokan kritika nélkül fogadtak el mindent, amivel kecsegtették őket. Az úgynevezett rendszerváltás óta legtöbbször a könnyű jólét ígéretével találkozhatott. Vásárolt magának 0 forint befizetéssel háztartási gépeket, lapos tévét, sőt volt idő, hogy autót is tudott venni. 0 forint befizetéssel, igaz jó magas kamatra. Aztán vett magának lakást svájci frankra, mert annak olcsó volt a kamatterhe, mint a forint alapú hitelnek. Örömmel fogadta a megtelepedő áruházláncokat, mert olcsónak tűntek. Az állam eközben nem teljesítette kötelességét, nem segítette megfelelően az emberek eligazodását. A kormányzati felelőtlenség 2002 után burjánzott el totálisan. A regnáló szocialisták, szabaddemokraták részére a hamis jólét illúziója szavazatokat hozott, az ország kiszolgáltatása, eladósítása pedig minden mást. El tudjuk képzelni, hogy mit. Az alaptörvény egy későbbi fejezetében ezért kívánjuk az ország további eladósítását megakadályozni, sőt célul tűzni a hazánkat gúzsba kötő tartozások csökkentését. Tisztelt képviselőtársaim! Az állam felelőtlen viselkedése a hétköznapi életre is hatással volt. Indokolatlan önfelmentésekhez vezetett, gyakorivá vált az önsorsrontás, a mindennapi küzdelem feladása.
Mindannyian ismerünk ilyen példákat. Az állami és a közösségi felelősségvállalás mellett ezért szerepel a tervezetben a személyes felelősségvállalás igénye is, a kettő együtt alkot egészet. A személyes felelősségvállalás kérdéséhez szorosan kapcsolódik az ENCIK második fele, ami azt mondja ki, hogy képességei és lehetőségei szerint mindenki köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni. Az elmúlt évtizedekben azt élhettük meg, hogy hazánkban ezzel ellentétes folyamatok indultak meg és teljesedtek ki. A jogok mellett a kötelezettségek néha tabu témának tűntek, másodlagos szemponttá váltak. Nyilvánvaló, hogy az emberi jogokat alkotmányos védelem alá kell helyezni, de ezzel együtt az emberi kötelezettségeket is meg kell a követelményként jeleníteni. Ez nem kizárólag saját véleményként mondom, megerősítették azok a beszélgetések, amelyeket lakóhelyemen folytattam. A tervezet azt is kimondja, hogy a kötelezettségeink nem csak az állam felé, hanem közösségeink felé is léteznek. Óriási kiaknázatlan tartalékok vannak a helyi közösségek erejében. Sok olyan probléma létezik, amit a legkönnyebben helyben lehet megoldani, elrendezni. Vidéken sok jó példa bizonyítja ezt. Tisztelt Országgyűlés! Biztos vagyok benne, hogy a felelősség és kötelesség ügye nem egyszerűen a Fidesz és a KDNP képviselői és törzsközönsége számára fontos ügyek, hanem nagyon sok magyar ember számára azok, és egyre több ember számára azzá válnak. Magyarország megújulásának egyik sarkolatos kérdéséről van ugyanis szó. Így és Gyula írta a következőket. Az ember legnagyobb bátorsága a reménykedés. Magam is bátorítok mindenkit a reménykedésre. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt Országgyűlés. 2 perces időkeretben két szót. Wittner Mária képviselőasszony, megadom a szót. Köszönöm a szót. Nagyon sok emberrel találkozom nap mint nap, akik feltettek bizonyos kérdéseket, amit én most tolmácsolok az alkotmányozók felé. A stratégiai ágazatok visszaszerzése, a gáz, a víz, a villany, a bányászati jog, de különösképpen a termőföld különös védelme. Mert ez az ország, ha ez nem történik meg, kiszolgáltatottá válik a globalizmus számára. Nagyon fontosnak tartom az erkölcsi megújulást. Valamikor én még 6. osztályban tanultam hit és erkölcstant. Azt hiszem, hogy az elmúlt 50 év alatt elvették az emberektől a hitet, az erkölcsöt, és ma ide jutottunk, ahol jelenleg az ország van, mert adott esetben ez nem történhetett volna meg. Szükséges az erkölcsi megújulás, mert erkölcs nélkül soha nem fog ez az ország felemelkedni, ugyanis a munkát is csak becsületesen és erkölcsösen lehet végezni. Én nagyon kérem az alkotmányozókat, hogy erre különös figyelmet szenteljenek az alkotmányba. Délelőtt viszont most Novák előtt képviselőhöz szólnék, amikor azt mondta, hogy üres gyomorral nem lehet himnuszt énekelni. Tudja, képviselő úr, nagyon sokat énekeltük üres gyomorral a himnuszt. Sokszor és sokan. Üres gyomorral lehet himnuszt énekelni, de üres szívvel soha. Köszönöm szépen a meghallgatást. Köszönöm, képviselőasszony. 2 perces felszállással megadom a szót Kozma Péter képviselőnek, Fidesz képviselőcsoport. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak, felszólalásra azt késztetett, hogy az alapvetés D cikkével kapcsolatban Szávai képviselőtársam vetett fel egy másfajta megfogalmazást, nevezetesen, hogy felelősséget vállal. Melyik a jobb kifejezés, kérdezhetnünk. Én nekem az a megítélésem és az a véleményem, hogy a felelősséget visel, az teljes egészében eleget tesz annak a jogalkotói célnak, amelyet megfogalmaztunk, nevezetesen, hogy a határon túli külhoni magyarokkal élő kapcsolatunk, fejlesztendő kapcsolatunk kell, hogy legyen. Hiszen a szövegezés a későbbiekben is ezt támasztja alá.
mert azt mondja, hogy elősegíti közösségeink fennmaradását, támogatja. Tehát jelen időben fogalmaz, egy folyamatos cselekvést irányoz elő, melynek a magyar állam, szervei, civil szervezetek kell, hogy megfeleljenek. Úgyhogy megítélésem szerint a jelen megfogalmazás tökéletesen megfelel a kívánalmainknak. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Felszólása következik. Szólát Tibor képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Tegnap ünnepeltük a vízvilágnapját. Az ENSZ 1993-ban nevezte ki március 22-ét a vízvilágnapjává, azért, hogy figyelmeztesse az embereket arra, a föld édes vízkészlete nem kifogyhatatlan forrás. Ma még természetes számunkra, különösen nekünk magyaroknak, hogy a jó minőségű ivóvíz a kellő mennyiségben mindig rendelkezésünkre áll, hiszen Magyarország ivóvízkészlete a második legnagyobb Európában. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy világszerte 1,4 milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez. Előrejelzése szerint 2025-re a világ előjelzések alapján 2025-re a világ kétharmadán vízhiány lehet. Az ivóvízkészlet gazdasági jelentősége a jövőben egyre nagyobb lesz. A víz stratégiai jelentősége lassan már az olajéval vetekszik, miután a bolygónk vízkészletének mindössze 2-3% édesvíz. Magyarország vízkészlete jelentős, így stratégiai kincsen élünk. De kérdés az, mennyire vagyunk tudatában mindennek. Sajnos tény, hogy sokszor azonban nem úgy viszonyulunk lételemünkhöz, mint ahogy azt megérdemelni. Gyakran pazaroljuk, nem vigyázunk környezetünkre, ezáltal a felszíni és felszín alatti vizeinket szennyezzük. Magyarország közüzemi vízellátásának több mint 90%-át felszín alatti vízkészletek biztosítják. Ezek mintegy kétharmad része sérülékeny földtani közegben van, vagyis a felszínről származó szennyezőanyagok hosszabb, rövidebb idő alatt elérhetik a víztermelés helyét, és károsíthatják a vízkészletet. Mindez beláthatatlan következményekkel járhat. Ha rövidesen nem változtatunk ezen a magatartáson, az eljövendő generációk sorsa többek között azon is múlik, hogy miképpen gazdálkodunk a meglévő természeti erőforrásainkkal, hogyan óvjuk és hasznosítjuk azokat. Ugyanez a helyzet a termőföld védelmével kapcsolatban is. Az olcsó élelmiszer időszaka sokak állítása szerint rövidesen véget ér. Fokozza ezt a folyamatot, hogy a globális felmelegedés következményeként a megemelkedő óceánok vízszintje a föld mai népességének életterének kétharmadát veszélyezteti. Megjegyzem, hogy ezek a tanulmányok a Kárpát-medence felértékelődéséről szólnak. Éppen ezért nagyon helyesen a formálódó alaptörvény védeni kívánja az ócikben az egészséges környezetet, természeti erőforrásokat, különösen a termőföld, ivóvízkészletek és a biológiai sokféleség vonatkozásában. A védelem ellenőrzés érdekében magam részéről szükségesnek tartanám egy természeti erőforrás leltár létrehozását. Az alaptörvényben most azokat az igazodási pontokat tűzzük ki, amelyek mentén a részleteket a kétharmados sarkatos törvényekben kell majd közösen szabályoznunk. Egy gyermek jövőjét és sorsát nagyban befolyásolja a családi háttér. A környezet az a szellemi és gazdasági tulajdon, melyet szülei örökül hagynak rá. Minden felelősségteljes szülő ismeri annak súlyát, mekkora felelőssége van abban, hogy a gyermekei számára átadandó örökséget megőrizze és gazdagítsa. Természeti erőforrásainkkal és kulturális értékeinkkel nekünk a ma nemzedékének is úgy kell gazdálkodnunk, mint felelősségteljes szülőknek. A nemzeti örökség nem kockáztatható. Ezért van különös jelentősége annak, hogy, mint már említettem, az alkotmánytervezetben hangsúlyt kap a természeti erőforrások és kulturális értékeknek megőrzésének kötelezettsége, és ez mindenki számára kötelező. Ennek a kötelezettségnek a megteremtése lehetőséget biztosít arra, hogy az államnak eszközei legyenek ezeknek a kincseknek a védelmére, megőrzésére. Ugyanakkor az egyén szempontjából akkor lesz eredményes a folyamat, ha nem csak kívülről rákényszerített akarat hatására törekszik a természeti erőforrások és kulturális értékek védelmére, hanem megismerve és felismerve annak jelentőségét saját szándékából cselekszik. Mert tudja,
hogy önmagának, gyermekeinek és unokáinak biztosítja ezzel a jövőt. Ezért kell nagy hangsúlyt fektetni a törvényi szabályozás mellett a felvilágosításra és a szemléletváltásra, a környezettudatos nevelésre,